Második fejezet Már ugyan kitavaszodott, mikor az iszter vizében megitattuk a lovainkat. Fűszfák, nyírfák már javában bontogatták a levelüket, és a rétek és legelők, mintha nagy zöld bársony szőnyegekre tojássárgáját szort volna szét valami mérföldeket lépő óriás. Tíz sátorral voltunk mindössze. Az egyik Maximinoszé, az első gazdámé. Ő a császárnak a valójában való követe. A másik sátor Priszkoszé meg az enyém. A harmadik Vigilász tolmácsé, egy hunyorgó szemű vézna emberé, aki már máskor is járt Atillánál. A többi hitvány sátor a szolgáké, s egy meg Rusztikiosz kereskedőé, aki egy rokona kiváltása véget csatlakozott hozzánk Maximinosznak az engedelmével. Egy nyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a tizenhét szökevényét kísérte, s azokkal együtt verték az útporát előttünk a hun követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hun iránt, hogy miféle evnyelv. nyelv. Vigilász meg Rustikios tanítgatta is az urakat, de én szegény senki pál nem kérdezhettem tőlük semmit. Csak éppen, amit fülhegyjel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben. Mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniök. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? S a köpönyegére mutatott. Ez van kepennyek, felelte Maximinosz. Ez van kepennyök, felelte gazdám. Se nem keppenyek, sem nem kepenyök, korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Hordj el a manó ezt a barbár nyelvet, kitanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak elő a szökevények mellett. Valamelyik hunnal összebarátkozok, még tán hasznunkra is válik. Priszkosz maga kísért el a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, hadd beszélgessek velük. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hunlegényt, mert valamennyi hun, mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal, s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette. Azután latinul kérdeztem szép nyájasan. Quid nomen tibi est? Mi a neved? A hun rám fordította apró fekete szemét. Láttam, hogy nem ért. Egy szelet kenyér volt nálam, odaadtam neki. Gondoltam, a kutyát is kenyérrel édesgetjük magunkhoz. És kérdeztem tőle hun szóval. Mi ez? A hun elmosolyodott. Nem vagy egy görög? Mondta idegenesen ejtett görög szóval. Miért szólsz nekem hunnyelven holott, nem tudsz hunul? Tanulni, akarni feleltem kérőn barátságosan. De jó volt, hogy görögül is értett. Könnyebben megegyezhettünk. Étellel, itallal segítem az úton, ő meg hunult tanít. Gyalog jártam volna mellette, de a ruhájának a szaga miatt lehetetlen volt, hát csak lovon maradva beszélgettünk. Mindjárt az első napon fölírtam valami száz névszót, meg néhány köszöntést, szólásformát. Jó napot adjon Isten! Erőt egészséged! Isten áldja meg! Kérem! Köszönöm! Bocsánatot kérek! Merre az út? Nem harapós se a kutya? S más -e féléket. Már aznap este hunul köszöntem Rusztikiosznak. Jó estét kívánom! Nem elkéstem-e csora. Rusztikiosz nevette. Nézzétek már, mondott az uraknak. Ez a fiú reggel óta megtanulta a hunnyelvet. Csak tanult Zéta, biztatott örömszemmel a gazdám. Ki tudja, mire jó. és én búzgón tanultam, mintha a más világon is csak a hunnyelvel lehetne boldogulni. Ó, én vaksza már! Micsoda hévvel dolgoztam a szerencsétlenségemet! A hunomtól néhány nap múlva már megtudtam hogy Deél a neve, s hogy egy Csát nevű főúrnak volt a szolgája. Az a Csát pedig Attila fővezérnek a testvéröccse. Hát aztán mi rosszat követtél el, kérdeztem, hogy olyan nagy zsíros fazék mellől kellett elugranod. A legény búsan hunyt a szemén. Nem követtem el én semmi különöset. Mégis. Csak éppen, hogy van annak egy leánya, elmosolyodtam. Hát persze, beleszerettél. Ki tehet arról? És a leány is szeretett? Nem is beszéltem vele soha. Nem szívesen nyilatkozott, de ebéd után egy kobak bort juttattam neki, és azzal megoldottam a szíve lakatját. Mondd el már, de él, hát hogyan történt? Ha nem is beszélhettél vele, mégiscsak valami rosszat cselekedtél? Sóhajtott. Semmit. Írattam egy szerelmes vesszőt. Becsempésztem hozzá. No, nagy bolondság volt, de mi az a szerelmes vessző? Nálunk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép vesszőre ír. Arra se tentával, hanem késhegyel. Hát én is metszettem egy csipke vesszőt és elvittem bogártáltoshoz. Ród rá szépen, mondtam neki, amit legény szokott mondani a lánynak de mégis leginkább, hogy az szereti őt, aki rá se nézhet. Hát a táltos fel is rótta szépen. Szereti az fű az csillagot, de a csillag messze fennragyog. Jaj, a csillagoség demagos, szegény fődi fűszál harmatos. Így összeszedte a szavakat takarosan, értik a táltosok. A leánynak a nevét persze nem mondtam meg, de azt is elfelejtettem neki megmondani az ebattát, hogy az én nevemet ne rója rá a veszőre. Ebből csapott ki aztán a veszedelem. Az anyja kezébe került, az apjáéba. Az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úra nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. Megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, Hát már azóta a varjak begyében volnék. És a leány szép? Deél a levegőbe legyintett, és nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, Deél barátom, ha olyan nagy úr az apja, úgy sem adták volna neked. – Bizony, nem azt. – Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre, ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallattam. – Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hunnői nevet halljak. – Emőnek – sóhajtott szomorúan. – Emő? Furcsa név. Hallod? mondom aztán elgondolkodva. Én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak leánya volna, akármilyen szép leánya, én az eszemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést hogy a határra érkeztünk, lovashun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön, hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten síkföldre jutottunk, s azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út. Lépten nyomon újat láttam, és a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbárvárost látok majd, és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hun nép pedig nem házakban lakik, hanem sátorokban, és éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, s mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették. Ott találták, mikor bevándoroltak. De él magyarázta, hogy a házba csak csikorgó téridején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a betegek. Nem értem, mondottam De élnek. A ház télen nyáron jobb a sátornál, télen melegebb, nyáron hűvösebb. Mindenhol holminkat jobban elrejthetjük, kincsünket is de él a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb, a sátor velem jár, a sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás aranygombos sátort, amint a többi barnai szürke sátor közül kitornyollott. Fehér sejemzászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott. Trágyaszag is. Az idő dél felé járt. A néped nem koplala, hogy látom, mondtam Hunomnak. Igaz, hogy lóhússal éltek? De él vállat vont. Mikor hogy? A lóhús jó étel, jobb a marha húsnál, de én már alig ha válogatok benne. És aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innomattál. Köszönöm, de még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mondd, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jel oda éjjel, és ha még élek, gyakintsd a tőröd a mellembe. Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg. S kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy tízezer sátor tarkállott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk, bámultak és végszemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászonruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezökben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutyamarta volna meg korukban, s annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos, az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtok, csak úgy bábúval játszanak, mint a milánykáink, de ők is mezitláb járnak, mint a kácsák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire. Minél ütöttebb, vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatja fegyver. De nem is kapkodja a hunacsatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hunlovas vágtatott hozzánk. Ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyanilletlenség lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mink a sátorveréssel foglalkoztunk, három pár bőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. Kettőt közülük már ismertünk, a nyalkabajuszú edekon volt az egyik, a másik Orestes, szintén főúr, szintén gőgös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A harmadiknak a nevét később tudtuk meg, hogy csát. Micsoda ügy hozott benneteket, kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt. A császár, úgymond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csak is ő neki felelhetünk. Azt gondoljátok-e, dörögte Csát, hogy mink a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel. Csak fejedelemnek, mondta Attilát. Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutya képű, mint minden hun. Négy soros aranyláncfény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak. Gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot. No szegény, de él, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében. Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram, hogy mi a szokás. Avagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak és néhány szót váltottak aztán nagy csörgéssel visszaügettek Attillához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, hogy az uraink válasza után a homlokára csap, és azt mondja, bizistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hunurak közül Csát és Oresztész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott. Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt izené a fejedelem, fel is út, le is út és ott hagytak bennünket. Maximinos úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilás szinte pukkadozott. Így menjünk-e haza? Így vigyük-e haza a semmit? Attila ösmerengem, ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat. A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről. A király nem engedi, hogy éjjel induljatok. Ő meg már királynak mondotta Attillát, furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót. Hát megint csak leraktuk a sátorokat, Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten át hánykolódott, sóhajtozott, nyögött, meg is kérdeztem, mi baja. Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így packáz velünk. Uram, mondtam felkönyökölve, te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak? Mi oka volna? Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. emlékszel -e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hun követet, aztán ebéd közben, hogy Teodóziusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve. Részeg volt. Azt mondta, hogy nem való Istent emberrel együtt emlegetni. Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is. Tántorgott, igaz, hogy tántorgott. A hunurak másnap megbocsátották neki. Megbocsátották, igaz. De ebből nem következik, hogy Attillának el nem mondták, hogyan gondolkodnak felőle Teodóziusnak a követei. Az én uram nem szól többet. Én elalszom. Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Aztán szólítja Rusztikioszt is. Rustikius, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott. Jól beszélt Hunul. Attilának az egyik jához jött, akit valamikor Éciusz ajándékozott a Hun királynak. Göndör görög volt, negyven éves forma, mindig siető mozgású. A gazdám lóra ült. A lovat én vezettem kantárszáron. Rustikius csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben csátnak a sátorához mentünk. Én kün maradtam a lóval. Ők ketten bejelentkeztek. Mi dolga van az én uramnak csáttal? Csak később tudtam meg. Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket. Míg ők bent időztek csát sátorában, én kívülről bámultam a terebélyes, szép két négyszög sátorépületet. Belefért volna ötven ember is. Látszott, hogy úré. kettős sátor volt vastag, vörös sávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi, aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölött jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard, mind a két kard szurokkal volt festve, s a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye. Vagy a bejárat fölött lóg, vagy oldalt van oda tűzve. Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngyfüzérekről, s az ablakokon fehérlő fátyolkárpitokról. A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája, tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda magaszínű, színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, és nincs rajtok semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok telepingálják rózsával, tulipánnal, páva szemmel. Na, furcsa. De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vad leányt, akinek a szépségét csak kézlegyintéssel lehet kifejezni, és aki miatt meghal az a szegény hunlegény. Valami pogácsa képű, tenyeres talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokásnő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamuszínű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfiaké és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cseléd. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéköket törölgették. Kis idő múltán kilép egy finomarcú, 15-16 éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a hamuszín mentés büszke tokás csak épp hogy a szoknyája fehér. Eze az vajon? Na, ha ez az nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrján leány, aki egészséges. De nem is szép. Nincs benne vér. Nincs, ami melegíteni a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűzlángja. Csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl. Pénz volt-e abban, vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gonddal akargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugárzott a fellegek közül, és rásütött az arcára. A leány szürke strucztól legyezőt tartott a homloka fölé. Az a mozdulata tetszett nekem, és egyszerre mégis szép lányjá vált. A manó tudja, hogyan és miért kezdett tetszeni, de tetszett. Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben, Neki a szeme meg a szája volt olyan, mintha a leány egész valója csupán azért jött volna elő a teremtés műhelyéből, hogy azt a két álmodozó fekete szemet és azt a piros formás szájat legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. – Anyám, – mondotta, – én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furuja szó ebben a ruhában, ütközött meg az anyja. Milyen lesz a szoknyád? Csak nem ülök estig. Ugyan emőke. Hm, hát ez az. Veszek rám másik szoknyát, alkudozott a leány. Hát megengeded? S ekkor rám is pillantott. Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon, egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a lány a halál szellemét ábrázolta nekem. Mink emberi csontváz alakjában kaszával és homokórával festjük a halált, a hunföldön fekete szemű és piros szájú leány. Akinek megjelenik, meg kell halnia. Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit, nem hallottam tisztán, beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott, gondolkodott. Közben ismét rám a tekintete, s talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara, néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő. A leány nézett. Én sarkamig elzsibbattam.